Mielőtt elkezdődne az 5 percem. Oké, kösz. Szóval arra kaptam felhívást és felkérést, hogy a MTA Wigner Fizikai Kutatóintézetben működő technológiai fejlesztésekről mondjuk valamit 5 percben. De arra gondoltam, hogy mielőtt ez az 5 perc elkezdődik, muszáj megágyazni ennek egy kicsit, hogy tudjátok, hogy egyáltalán hogy kül a csizma az asztalra, mi ez a hely, ahol ezek a speciális problémák felmerülnek, és hogy mi ez az egész, amiről esetleg remélhetőleg később, ha érdeklődés van rá, mi majd szó lesz. Akkor hagyjuk tassa meg az embereket, a következő 5 perc az november vagy december folytatása sorozat. Ja, igen. És most kapaszkodjatok. Az 5 percből lehet, hogy 6,5 lesz, de majd megpróbáljuk. Tehát ITER, a fúziós csúcstechnológia Európában. Lefele, rendben van. A fúziós energiatermelésről lesz itt most szó. Ugye mindenki tudja, hogy az atommagokban van kötés, vagy az atommagokat a kötés, a magerő tartja össze valamilyen kötési energiával. Azt is talán többek-kevésbé tudják, hogy a legstabilabb atommag a vas. Tehát, hogyha nagyobb atommagokat hasítunk, akkor is energiát csinálunk, és ha kisebb atommagokat egyesítünk, akkor is energiát csinálunk. A kisebb energia, vagy a kisebb atommagok egyesülésével működik gyakorlatilag a nap, ugye mindenki tudja, hogy hidrogén éget el héliummal. Az égés persze most itt nem a kémiai dolog van, de nem a kémiai értelemben van. Amit érdemes tudni, hogy a magenergia az 7-8-nagyságrenddel nagyobb, mint az atom hélenergia. Ez mivel is jár? Ez azzal jár például, hogy egy embernek az elektromos áramot, hogyha veszük, hogy egy év alatt még fogyaszt egy fejlett társadalomban, az nagyjából mondjuk 100 000 tonna per fő per év a fosszilis energiákból. Ez azért van, mert egész egyszerűen a kémiai kötések ilyen gyengék, 10 vagy 1 elektron volt nagyságrendűek. A magenergia 1 megaelektron volt, tehát 1 millió elektron volt, 8 nagyságrendűje van, mint a 10 elektron volt. Ugye akkor arra jutunk, hogy 1 gram per fő per év. Tehát önmagában a felhasznált anyag, az energia termelése lényegesen, rendkívül sokkal kevesebb. Mi, ahogy a Földön energiát termelnénk, az nem más, mint a deutérium és a tríciumnak az egyesítésével. Mi is ez pontosan? A deutérium ugye a hidrogénnek a 2-es izotópja, a trícium a hidrogénnek a 3-as izotópja. Kezeket fel, aki még emlékszik, mi az az izotóp. Nagyon jó. Mi ebben a jó? Deutérium, minden 1 millió modik hidrogén gyakorlatilag a Földön deutérium. Nagyon sok van. Trícium? Na az nincs. Azt csinálni kell. Tríciumot honnan tudunk szerezni? Szerencsére lítiumból egy neutronnal elő tudunk állítani. Lítium pedig nagyon sok van. Mire jutottunk? Arra, hogy deutérium és lítium a bevenő üzemanyag, amiből mind a kettő nagyon sok van és a Földön nagyjából egyenletesen elosztva. Mi az, ami keletkezik? Hélium. Hélium, bufit tudunk fújni belőle, nem bánt minket, és nincs vele semmiféle üvegházgáz és egyéb problémák. Mi akkor a probléma? Hát, hogy ezek nem akarnak nagyon majd egyesülni. Ezzel majd még küzdeni kell, de az a következő fólia. Tehát, mikor egyesül két atommag? Ehhez ugye le kell küzdeni a közöttük lévő pozitív taszítást. Ugye mind a kettő egyszeresen pozitívan töltött. Ezt mikor tudjuk megtenni? Akkor, hogyha az ütközés energiája mondjuk hőmérsékletben megfelel egy 100 millió Kelvin fokos anyagnak. Ugye ebben a közelítésben a Kelvin egyenlő Celsius. Van-e ilyen? Hát a nap belsejében mondjuk egy 2-5-8 millió fok van. Nekünk ennél mint egy 100-szor melegebb, vagy 10-szer melegebbet kéne csinálni, hogyha ezt meg akarnánk a Földön létrehozni. Ez lehetséges, de nem könnyű. Ez a tokamak, vagy a fúziós berendezés. Amikor ilyennyire felfűtjük az anyagot, hogy az elektronok le fognak szakadni az atommagokról, tehát egy forró töltött leves jön létre, ionokból és elektronokból, ez a plazma halmaz állapot, ezt az anyagot kell nekünk összetartani, és ezért mászlink van igaziból, mert a plazma kölcsönhat elektromágneses anyagokkal. Hát akkor marha egyszerű, fújunk egy mágneses lufit, beletöltjük ezt az anyagot, felfűtjük 100 millió fokra, és kész a fúzió. Ezt gondolták az 50-es években,
hogy ez mindig milyen egyszerű, itt 20 év múlva akkor majd fúziós erőművek fognak mindenkinek olcsó és tiszta energiát adni. Ellenben sajnos ez kiderült, hogy ez annyira mégsem egyszerű. Ahhoz, hogy nekünk pozitív energia véglegünk legyen, tehát hogy elég sok fúziós reakció jöjjön létre, ezt az anyagot elég melegen, elég hosszú ideig kell összetartani. Erre van egy szép fizikai törvény, az egy Lawson kritérium, de igaziból ennyi, elég hosszú ideig, elég melegen összetartani. Ezt tudják a mágneses berendezések. Ugye talán még arra is emlékszünk, hogy ha egy töltött részecske mágneses térbe kerül, akkor a spirálozni fog az erővonalak közül, ezt hívják Larmor mozgásnak. Hogyha mi ezt a erővonalat bezárjuk egy körré, vagy egy tóruszba, akkor ezek szépen körbe-körbe vannak, és csak csapdába estek. Ezt a berendezést hívjuk mondjuk tokamaknak, és az ide egy tokamak. Méghozzá akkora, amekkora ott az embert látják, az a kis pici pötty ott az alján, gyakorlatilag ez egy 1000 köbméteres plazmatartály. Miért jó, miért kell nekünk az ITER? Az ITER gyakorlatilag már egy 10-szeres energiaszorzójú reaktor lesz, ami tehát 10-szerese lesz a hőteljesítménye a befektetett energiának. Az ITER nem energia, nem áramtermeléssel lesz, hanem gyakorlatilag egy fizikai kísérlet, ahol a technológiákat tudjuk tesztelni ez a reaktortípushoz. Hosszú impulzusokat tud kezdeni, és az a lényeg, hogy az ITER megépítése feltétlenül szükséges, hogy tovább menjünk a demóhoz, az első kereskedelmi reaktorhoz. Mi a probléma ezzel? Hát nagyon nagy neutron sugárzás van, ugye mert azt láttátok, hogy a trícium és deutériumnál egy neutron is keletkezik, illetve az, hogy nagyon nagy hőterhelés van a falakon. Emellett pedig van olyan probléma, hogy a szervezeti felépítés úgy épül fel, hogy 7 partner, a legnagyobb ország, vagy gyakorlatilag a világon, ők alkatrészeket adnak és nem pénzt. Tehát gyakorlatilag így nagyon nehéz megmondani, hogy mennyibe kerül az ITER végül, hiszen mindenki gyakorlatilag az előre szerződésben megállapított alkatrészekkel érkezik. Itt az ITER-nek a főbb részei. Azt kell látni, hogy gyakorlatilag van egy 100 millió fokos anyagunk, amit szupravezető mágnesekkel tartunk össze, hiszen a szupravezető mágnesek biztosítják nekünk azt, hogy elég nagy mágneses teret gyakorlatilag befektetett energia nélkül tudunk összetartani. Tehát van egy anyagunk, ahol van egy 100 millió fokos valami, és onnan egy méterre pedig mondjuk ez a 3 kelvines folyik, vagy hélium, 4 kelvin. Ez mind a kettő extremitás. Itt a közelünkben nincs ilyen forró csillag, ahol ilyen meleg lenne, és a környezetünkben lévő ő nem ilyen hideg. Ez technológiailag nem egyszerű. Ez az egyik ok, amiért azért ez a fejlesztés már 50 éve húzódik. Itt vannak mindenféle érdekes és nagy számok, sör mellett visszatérhetünk rá. Az ITER épül. Nagyon fontos, mert ez majdnem egy 10 éves folyamat, mire el tudott kezdődni épülni. Ez leginkább politikai döntések és húzamonos sorozata volt, de az ITER végre épül. És a címben az egyik fontos szó Európa volt. Az ITER Európában épül, Dél-Franciaországban. Ez azt jelentheti, hogy a fúziós technológia csírája, bölcsője gyakorlatilag Európa tud lenni. Azt reméljük ezzel, hogy ahol ez kialakul már, mint hogy itt, ez később a technológia itt is tud maradni. Mondjuk itt elég nagy verseny van, főleg Távol-Keletről. Lehet-e a fúzió elég korán? Volt egy orosz tudós, Arcimovics, azt mondta, hogy a fúzió itt lesz, az emberiségnek szüksége lesz rá. Ha a globális felmelegedés, széndioxidot és a hasonló apró problémákat nézzük, nem beszélve az olajért hívott háborúkról, azt gondolom, hogy ez nagyjából most lenne. De 2050 előtt nem lesz fúzió elektromos hálózatban. Az egyetlen előnye azért a globális felmelegedésnek az ábrában azért, vannak apró előnyeinek a dolognak. Köszönöm a figyelmet! Kettő kérdés. Egyrészt, hogy mit csináltak, vagy két kérdés, hogy mit csináltak, és az a két kérdés,
Köszönöm a kérdést. Mit csinálunk, remélem talán előkerül majd egy másik 5 percben, de ahhoz, hogy ezt elmondhassuk, ahhoz meg kellett tárgyalni ezzel. Mi elsősorban plazma diagnosztikákkal foglalkozunk, avagy ha van egy 100 millió fokos anyagod, ami egyébként egy nagyon ritka gáz, annak bármilyen paraméterét nagyon nehéz megmondani. Mi a hőmérséklete, mi a sűrűsége, mi a nyomása, milyen szennyezők vannak benne, és sorolhatnám végtelenségig. Ezeket kell minél pontosabban, minél jobb időfelbontással mérni ahhoz, hogy te aktívan tud ezt szabályozni. Ebben van elég fontos része a magyar csapatnak, illetve van egy speciális videodiagnosztikánk, ami szintén előkerülhet egy ilyen technikai előadáson, mert azt gondolom, hogy elég jó új újítások vannak benne. A napban óriási nyomás van. Ott a nap belsejében ugye a nap súlya nyomja össze gyakorlatilag. Az egy gravitációs csapda, és mi nyilván a Földön ezt soha semmivel nem tudjuk megközelíteni sem. Annyit azért el kell mondani, hogy a napban nem deutérium-trícium reakció játszódik le, hanem egy úgynevezett inverse beta bomlással egy proton alakul át neutronnál, az deutérium, és utána folytatódik ez a sor. Azért olyan iszonyú lassú, szerencsénkre, különben nem lennénk itt. Hát, ha a két kérdés megvolt, a harmadik. És az olajlobby megpróbálja megakadályozni a fúziós reaktoroknak a létrejöttét? Tehát, a Magyar Tudományos Akadémia nem tud erre a kérdésre válaszolni. A személyes véleményem az az, hogy az itt volt egy ilyen emblem, hogyha vissza tudok menni, ez gyakorlatilag az iternek az árát mutatja, nehéz, 90-től mondjuk 2010-ig. Ez azt jelenti, hogy az iter, amit most építünk, ennek az első tervei 1990-ben megvoltak. Az alapkő letétel meg mondjuk 2007-ben volt. Ez egy 15 éves, nem túl szerencsés késlekedés, hogy finoman fogalmazza. Hogy ez olajlobbi politika, vagy mi, ezt nehéz megmondani, ez valaminek a keveréke. De azt gondolom, hogy az olajlobbi, ha így nézzük, ők pénzt akarnak termelni. Nekik igaziból tök mindegy, hogy olajból termelik a pénzt, vagy fúziós erőműveknek az üzemeltetéséből. A pénz pénzt fog termelni, és pénzt akar termelni. Én nem hiszek az összeesküvés elméletében ebben a formában. Hogyha majd kereskedelmileg megéri, akkor a BP felvásárolja, vagy valamelyik a 7 lány közül ezt a technológiát, és akkor majd ezzel termelnek. Köszönöm.